Lélegzet elállító hegyek, kristálytiszta levegő, fenyők. Székelyföldön vagyunk, a turisták ezreit vonzó Szent Anna tónál és Mohos tőzeglápnál, melyek egy vulkán ikerkráterében alakultak ki. Itt él Kerezsi László, aki már elválaszthatatlan a természetvédelmi területtől. Őrzi, védi az itt fellelhető természeti értékeket, és kalauzolja az ide látogatókat. Laci bácsi 4 nyelven beszél, tanulmányai szerint mérnök. Ám érdeklődése a gépészettől a természetvédelem felé fordult. Láttuk a Mohost, ezt a csodálatos lápot. És amikor meghallottam, hogy le akarják csapolni, akkor az 1990-es években jelentkeztem a belügyminisztériumnál, és kértem, hogy engedélyezzék egy olyan KFT alakítását, melynek a profilja a környezetvédelem. És így megkaptam az engedélyt, tényleg nem csak hivatás, hanem vallás is volt nálam. Mikor kérdezték, hogy mit jelent nekem ez, én azt mondtam mindenkinek, ez az életem. Közben román turisták érkeznek, indul az idegenvezetés. 480 hektár, a rezervátum a 2. Most 4-szer nagyobb, mint a Szent Anna tó. Megyünk be. Ez már a lápvilág, csak a megépített fapallón szabad közlekedni. Aki lelép erről és nem ismeri a járást, belevész az ingoványba. 1050 méter tengerszint feletti magasságban vagyunk, jégkorszakból fennmaradt különleges növények és tengerszemek között. 15 tengerszem volt kutatva, 5 még kutatás alatt. Állítólag ez a legmélyebb, 33 méter mély. Na majd ezt ott megnézzük. Megyünk oda? Oda nem. Erre a válaszra, hogy oda nem, később visszatérünk. Most nézzük meg az első tengerszemet. Hát valamikor, amikor alakult ki, itt egy hatalmas egy tó volt. A kirobbanás, az utólagos kirobbanás feltölti ezt a hatalmas tavat, és úgy alakulnak ki ezek a tengerszemek, hogy megmaradtak. Tehát itt még nem lepte be a Moha a vizet. A Mohos tőzegláp nagy sztárja a húsevő növény, hivatalos nevén a kereklevelű harmadfű. De ne úgy képzeljük el, mint ahogy az amerikai filmekben ábrázolják. Nem ember méretű, és egy sárkány sem képes bekapni. Le kell hajolni, hogy szemügyre vegyük. Jön a szúnyog, bzz-bzz-bzz-bzz, rászáll, lebénul, csápok ráhajolnak, a kis gömbök kipukkadnak, azok a harmadcseppek, ami feloldja a rovart. Tehát inszektivor, rovarevő. Anyós nem eszik, próbáltam már. Meg tudom mutatni a hosszú levelűt, ami bent van a nagy vizes helyeken. Az már olyan nagy, hogy a szitakötőt is képes elfogyasztani. Laci bácsi úgy dönt, mégis beviszi stábunkat a lábba, és megmutatja a rovarevő növény másik változatát. De előtte tisztázzuk az alapszabályokat. Ha erre rámenne valaki, benyelni a lábba? Benyelni, igen. Itt a 3 méter 20 centi a... Így lassan-lassan szépen elsüllyedsz, így lassan megy lefele. Úgy, ahogy leírta annak idején Jókai, ez a halál ország. És elindulunk. Itt nem a szálló pillangókat bámulja az ember, hanem a lába alá néz. Meg Laci bácsira, amikor előveszi a riasztópisztolyt. Azért, mert itt már szoktak lenni medvék, ott bent a vízen nem, de itt... Meg viperák, mondja. Hamarosan kiderül, a medve itt nem legenda, amikor átmegyünk az ikerkráter másik felébe, a Szent Anna tóhoz. Lelkes amerikai és izraeli turisták, egy csapat izgatott gyermek és 2 kamasz medve fogad minket. Hány kiló egy ilyen medve, bocs? Hát körülbelül 60-70-80 körül. 80, kicsi. Hát ez még bocsocska. Halló! Halló! Na tessék, nincs semmi benne, tiszta új zsákot kivette. A medve nem játék, tartja egy székelymondás, és ez igaz is. Vadállat, aminek kiszámíthatatlan a viselkedése. Közel menni hozzá nem érdemes. Ám Laci bácsi vezetésével körbe menni és megcsodálni ezt a gyönyörű tájat kihagyhatatlan.